Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Ma is folytatjuk tovább a tanulásról, a bölcsességről való elmélkedésünket, és ma is a példabeszédek könyvéből olvasok néhány igeverset. Annak első fejezetének 20. versétől így hangzik Isten igéje. A bölcsesség az utcán kiállt, a tereken hallatja szavát, lármás utcasarkokon kiállt, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait, együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget, meddig gyönyörködnek a csúfolódok a csúfolásban, meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet, térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. Kiáltottam nektek, de vonakodtatok, kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. Ebben az ige szakaszban egy allegóriát olvastunk, és ebben az allegóriában maga a bölcsesség hívogatja az embereket magához az ő házában. Később ez az allegória meg is ismétlődik, ott két házról beszél a példabeszédek könyve, a bölcsesség házáról és az ostoba házáról. És arról beszél, hogy a bölcsesség is lakomát készített, és erre a lakomára hívja az embereket, és aztán az ostoba pedig fecsegő kiáll az háza elé, és onnan csábítgatja el az embereket az ő házába. És hogy mit is jelentenek ezek a képek? Meggyőződésem arról, hogy a világban két út létezik. Az egyik a bölcsességnek, a megismerésnek, az értelmes életnek az útja, a másik pedig a balgasság, az ostobaságnak az útja. Az egyik út az könnyebb, a másik nehezebb. Valószínű, hogy az ostoba élet az egy egyszerű élet, amikor az ember nem gondolkodik, amikor nem próbál alkalmazkodni az Isten igazságaihoz, nem dolgozik állandóan saját magán, az ő jellemén, az ő személyiségén, hanem sodródik az élettel. Azt csinálja, amihez éppen kedve van, mindig felháborodik, hogyha nem kapja meg azt, amit szeretne, és tulajdonképpen egy ilyen életet él le a földi életben. Azt látjuk, hogy a világban nagyon divatos ez a fajta életforma, az együgyű élet, aki soha nem kérdez, aki igazából megelégszik a felszínes válaszokkal, aki soha nem ás le a dolgoknak a mélyére, hanem egyszerűen csak úgymond élvezni akarja az életet. De van egy nehezebb út, és ez a nehezebb út a bölcsességnek az útja. Az, amikor az ember folyamatosan kész arra, hogy tanuljon, hogy formálódjon, hogy alakuljon, hogy önmagát megvizsgálja, és meglássa, belássa az ő hibáit, és dolgozzon azon, hogy az ő személyiség egy kiforrott személyiség legyen. Mind a két út csábít magához. De igazából a bölcsesség útja az, ami kifizetődő, és ami hosszú távon egy boldog és teljes élethez vezet. Te vajon, kedves televízió néző, melyikre figyelsz? Melyik az az út, ami közelebb áll hozzád? Az ostobának az útja, vagy pedig a bölcsességnek az útja? Én kívánom azt, hogy mindannyian találjunk a bölcsességnek az útjára, a bölcsességnek a házába, mert ott nagyon sok áldásban lesz részünk. Úgy írja le a példabeszédek könyve, hogy megterített asztallal vár bennünket, finom falatokkal. Itt pedig azt mondja az ige, hogy kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. Tehát a bölcsesség az áldással tölti meg az embernek az életét, a mindennapjait, a kapcsolatait. Nem veszik el az életben, nem kerül bele különböző csapdákba, hogy valahol tudja kezelni az életnek a nehézségeit, problémáit. Ezt kínálja számunkra a bölcsesség. Hát Isten adja, hogy ne legyünk olyanok, mint ahogyan itt ez az ige beszél, hogy kiáltottam hozzátok, de ti vonakodtatok, és senki sem figyelt rám. Figyeljünk a bölcsesség beszédére, figyeljünk Istenre, és figyeljük az ő beszédére, az ő igéjére, a Bibliára. Amen.